Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy mint minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy havi angyal, egy asztrológiai előrejelzés, és minden hónapban van egy jóslás indiai asztrológiával együtt, mint egy akció, tehát olcsóbban megkapjátok. 10000 forint helyett 6000 forintért. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. Itt szerelemről van szó, tehát ő tudatában van azzal, hogy szeret téged, sőt, úgy gondolom, annak is tudatában van, hogy te is szereted őt. Itt a kettes szám jelenti a párkapcsolatot, téged és őt. De itt még vannak bizonytalanságok, és a harmadik kártya utal még korlátozásokra. Ez lehet az anyagi helyzet, vagy nehézségek a munkahelyen, vagy ez a kártya jelentheti azt, hogy nincs elég megbecsülés, hiszen itt láthatóak a belső értékek, vagy nem meri ő azt kimondani, hogy te mennyire értékes vagy számára, vagy bizonytalan, és úgy gondolja, hogy te sem közlöd ezt vele, holott a szerelem megvan kettőtök között, de még vannak nehézségek az anyagiakat illetően, és az értékeket illetően. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható, hogy vannak nála még ilyen belső feszültségek, korlátozások, nem tudja hogyan tovább. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból, de itt az egész világ jelenti a felszabadulást. Ő átteszi magát ezeken a félelmeken, bizonytalanságokon, és lezárja a múltat. Itt ez a kép utalhat egy utazásra is, úgy érzi, jó tenne nektek egy közös nyaralás. És mit fog tenni? Itt látható, hogy a kezében van ez az arany kehely, és az utal az érzelmekre. Ő odafigyel a saját érzelmeire, vagy a te érzelmeidre, olyan kis lépésekkel közeledik hozzád. Holott itt látható a türelmetlenség, tehát ő már ott szeretne lenni nálad, de valahogy még olyan visszahúzódó, odafigyel még bizonyos dolgokra. Ami fontos, itt látható ezen a képen, hogy legyen meg a belső egyensúly, ez a belső harmónia. Ne túl gyorsan, ne túl lassan, hanem olyan diplomatikusan kellene neki kezébe venni a dolgokat, közeledni hozzád,
felvenni veled a kapcsolatot, de nem szabad elsietni semmit, kicsit kimutatni az érzelmeket, vagy elmondani azt, hogy mit akar, vagy beszélni erről a szerelemről. Fogadd ezt el. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a kereszt, és ez jelent egy kármikus kapcsolatot, amikor a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Amit ez a kereszt még jelent, a hit, hinni kell ebben a szerelemben, és hogy itt meg lesz a harmónia. Amit még a kereszt jelent, ezek a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesz egy utazás, ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki út. Itt látható a szerelem, vannak még kis korlátozások, nála sebzett, fájdalmas emlékek, de átteszi ezen magát, sietni akar hozzád, de azért még nem meri teljesen kimutatni az érzelmeit, valahogy kell még itt a belső nyugalom, a belső harmónia, és ez a kereszt jelenti, hogy a sors utatok újra kereszteződik, lesz egy találkozás, lesznek fontos döntések. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!